Köszöntöm a nézőket! Új magyar gyártású Mercedes autóbuszok álltak forgalomba Székesfehérváron. Folytatódik a kormány közösségi közlekedésfejlesztési programja. A köztérben erről tájékozódhatnak, tartsanak velünk! Itt lesz majd egy bérletolvasó. Herceg Gyula mutatja meg a vadonatúj jármű felszereléseit. Az autóbusz vezető 15 éve dolgozik a Volánbusznál, és már 500 000 kilométert vezetett balesetmentesen. Herceg Gyula tapasztalatai szerint egyre fiatalabbak és biztonságosabbak a cégnél a járatok. Az innovációs és technológiai miniszter köszöntőjében hangsúlyozta, a kormány 4 évvel ezelőtt indította el közösségi közlekedés fejlesztési programját. Ennek keretében a buszok 40%-át újra cserélték, és hamarosan 10 év alá csökken a flotta átlag életkora. A kormány az elmúlt időszakban a közösségi közlekedés versenyképességének a erősítését nagyon sok eszközzel megkezdte. Amit ebből ki kell emelni, hogy Magyarország közösségi közlekedés területén az Európai Unióban nagyon elő van, hiszen nagyon sokan használják ezeket az eszközöket. Ez indokolta a kormánynak azon döntéseit, hogy mind a közúti, mind a vasúti területen mindenképpen szeretnénk azt, hogyha egy hatékonyabb, gyorsabb, biztonságosabb, kényelmesebb közlekedéssel tudnánk a magyar embereket kiszolgálni. Én azt gondolom, hogy akik nem veszik igénybe, akik még mindig az autóhoz ragaszkodnak, ők is élvezik ennek a hasznait, hiszen azok a programok, amik akár a vasúti, akár a közúti területen zajlanak, mindig sokkal környezetbarátabb, csendesebb, a környezetet kevéssé terhelő, biztonságosabb járműveket jelentenek. Tehát még ha nem is mennek egy autóbusz egy vonat közelébe, de indirekt módon mindenképpen élvezik ennek az előnyeit. Ebben az évben, a idei év végéig összesen 40 darab emeletes motorvonatot szerzünk be, és hát elindultuk a MÁV saját fejlesztési ICE programját is. Elindult a Trend Train, ez egy olyan innováció, ahol két egyébként villamos hálózata rendelkező város kötünk össze, olyan vonat villamosan, nincs nagyon jó magyar neve, ahol az ember felszáll a házhoz legközelebbi megállóban, nem kell elmenni a vasútállomásra, és a másik városba szintén ugyanígy leszáll. Ma a vasúttársaság már egységes irányításban működik a autóbusztársága. Ennek nagyon sok indoka van, egy rendszert úgy lehet jól optimálni, hogyha a rendszer flexibilisebb és kevésbé flexibilis elemeit, de mindenképpen együtt tekintjük. Ilyen értelemben pörgetjük egyébként a Volán busz részéről 2018-ban azt a programot, ami egy nagyon erőteljes fejlesztéshez vezetett. Én azt hiszem, hogy a Volán busz, és itt szeretnék köszönetet mondani a vezetőinek, nem vádolhatja senki tétlenkedéssel, hiszen az elmúlt 4 évben 1700 autóbuszt állítottunk forgalomba. És a jó hír az az, hogy ezzel haladunk tovább. 2020 az egy különösen erős év volt. A legnagyobb csuklószerzőnket akkor hajtottuk végre, tavaly előtt szólt a Fehérváriak is utazhatnak, itt láttam is néhány ilyet, ezekkel a Mercedes-Benz Conetto típusú járművekkel. A fenntarthatóság kényelem mellett van egy másik nagyon fontos dolga, nagyon fontos eredmény ennek az autóbusz programnak, amit 2016-ban kezdtünk meg. Itt szeretnénk azt, hogyha nem csak egyszer profitálnánk egy új járműből, amikor használjuk, amikor a környezetet kevéssé terheli, hanem másodszor is, hogy ezeket a járműveket építsék Magyarország. Ugye azt itt Fehérváron nem kell elmondanom senkinek, hogy mi is volt az Ikarusz. Valószínűleg azt sem kell elmondanom, ez nem annyira pozitív persze, hogy hogyan változott meg a magyar autóbusz gyártás struktúrája, hogyan ment tönkre az Ikarusz. De múlton kár azt hiszem, hogy rágódni, inkább azt célszerű kiemelni, hogy viszont az a jó hírem van, hogy a magyar autóbusz gyártás egy más technológiai színvonalon, más mennyiségben, de újra visszaépült. Ennek a buszprogramnak az eredményeképp gyakorlatilag ma Magyarországon, és Kossuth elnök úr nekem megígérte, hogy hidrogénes buszt is fogunk tudni gyártani, és amit ő ígér, azt beszokta tartani, nagyon komoly ember. Úgyhogy remélem azt, hogy hamarosan az első magyar hidrogénes buszt is forgalomba tudjuk helyezni, de minden más egyébként már Magyarországon tudunk gyártani. Úgyhogy én azt hiszem, hogy azt a célt, amit kitűztünk, építsünk vissza a magyar autóbuszgyártást, ezt a célt ezt el tudtuk érni. Ennek a legkiemelkedőbb részvevője ez a ITE Kft., Intertek Electronics Kft., aki egyébként jelen pillanatban egy magas technológiára, de nagyon magas hazai hozzáadott értékkel tud autóbuszokat építeni. Ugye azok a buszok, amelyeket most itt majd látni fognak és meg tudnak nézni, ezek a mai kor minden olyan technológiai
megoldásával büszkélkedhetnek, ami egy autóbuszt jellemezhet a fedélzeti kamerától kezdődően az emelt szintű biztonságon keresztül a kényelmi rendszerekig, légkondicionáltak és minden más tudnak. Ezeknek a buszoknak az alapján egyébként ez egy szintén jó hír, hamarosan megkezdi az Intertanker azoknak a iskolabuszoknak a szállítását is, ami viszont a gyerekeinkre is vigyáz, tehát olyan jelen pillanatban a világon talán a legmagasabb technológiai színvonalat képviselő járműveket állít elő az Intertanker, ami kielégít minden követelményt. Ha még szabad egy dologgal mutatni önöket itt az autóbusz átadás kapcsán, ez talán az lenne, hogy miért is foglalkozik a közösségi közlekedés részben a vasúti hálózat fejlesztésével, illetve a közúti autóbusz fejlesztéssel. Van egy fontos klímavédelmi indoka is, Magyarországon a szén-dioxid kibocsátásunk 20%-át ezt a közlekedés okozza, ezen belül is egyébként a nagy nehéz járművek. Itt mindenképpen szeretnénk ezen változtatni, ugye 2 évvel ezelőtt azt a döntést hoztuk, hogy ez év kezdetétől 25 000 főnél nagyobb városokban, városi közlekedéssel, tehát nem ezekről a buszokról beszélünk, a kormány már csak zéró emissziós, tehát a környezetet lokálisan nem terhelő járműveket, tehát vagy akkumulátoros hajtású, de vagy más üzemanyagszeres hajtású járműveket fog üzembe helyezni. Ez a program is megindult, az első 40 autóbusz szintén az ITE gyártásában Budapesten már forgalomba helyeződött, és most zajlik annak a további 70 busznak a tendere, az a kiírás, amiről hamarosan döntést fogunk tudni hozni. Ebből is 12 villamos hajtású, tehát tisztán elektromos busz Székesfehérvárra fog kerülni. Én azt hiszem, hogy ez a folyamat az elkövetkező szakban gyorsulni fog. És hát itt nyilván ezeknek a felújításoknak, ezeknek az új buszbeszerzéseknek van egy másik hatása, jelentősen csökken az autóbuszparkunk átlag életkora. A Volán buszparké lényegesen 10 év alá fog kerülni ezekkel a beszerzésekkel. A cél az volt, hogy 8 év alá tudjunk kerülni. Ahogy most látjuk a pillanatnyi beszerzéseinket, ezt a célt hamarosan el fogjuk érni. Úgyhogy én köszönöm mindenkinek, aki ebben részt vett, és hát a utazó közönségnek meg kívánok kényelmes, meg biztonságos utazást ezekkel az egyébként Magyarországon gyártott autóbuszokkal. Fejér megye útjaira most 6 környezetbarát alacsonypadlós busz érkezett, de nyár közepéig összesen 88 ilyen új jármű közlekedik az ország útjain. Ezeket a buszokat Debrecenben gyártották. Számomra mindig nagy öröm, és nagyon köszönöm a meghívást újra, hogy itt lehetek egy átadón, tehát amikor értéket adunk át, legyen ez egy gördülő állomány, vagy ugye nekem van szerencsém a kormány fejlesztési programja kapcsán magasépítési beruházásoknál is jelen lenni, mindig nagy öröm. Azt gondolom, hogy az állampolgároknak és vagyonért felelős államtitkárnak szintén. Ugye a maga helyszínválasztás azt gondolom, hogy kiváló egy új busz átadáshoz. Ugye Székesfehérvárnál szimbolikusabb helyszínt nem lehetett volna találni, ugyanis a Királyok városa nem csak a leggazdagabb múltú település, hanem Magyarország egyik legfejlettebb gazdasági központja is, de a neve összeforrott a hazai buszgyártással. Azt gondolom, a mai ünnepélyes átadó révén Fehér megye helyközi közlekedésében tovább frissíthetjük a járműállományt, javíthatjuk a személyszállítási szolgáltatás színvonalát. Engedjenek meg egy idézetet. A jól elrendelt munka minden gyarapodásnak a talpköve. Ezt talán emlékezhetnek, hogy Széchenyi István mondta közel 2 évszázaddal ezelőtt, de ez a gondolat, ez a mai nap is megállja a helyét. Kijelenthetjük, hogy a jó elrendelés és az M mögött rejlő szándék, illetve stratégia alapozta meg az elmúlt évek látványos gyarapodását. Ugye ezen stratégia megalkotása az Innovációs és Technológiai Minisztériummal közösen történt, ahogy ennek a végrehajtása is közösen történik. 2010 után a kormány szándéka egyértelműen az volt az állami tulajdonú közlekedési vállalatoknál, hogy a szinergiáikat kihasználva, erőiket egyesítve, hatékonyabban, és az utasok magasabb szolgáltatási színvonalon történő kiszolgálása érdekében dolgozzanak. Hogyha még emlékeznek, a Volán esetében végrehajtott integráció, majd ezt követően a MÁV-Volán integrációja, eredményeként a társaságok sokkal költséghatékonyabban működnek, és közszolgáltatási feladataikat is szervezettebben tudják ellátni. Egyébként csak a nagyságrendekről, ugye a Volán esetében napi 1,8 millió fős utasforgalmat jelent, és mintegy 34 ezer járat elindítását. Miért is fontos ez? Miért fontos az integráció? Megteremtettük ezzel a közösségi közlekedés egységes irányítását, és hosszú távon elősegítettük a kormány közösségi közlekedés fejlesztési programjának a megvalósítását. A közösségi közlekedés fejlesztése
az infrastruktúra, a gördülő állomány korszerűsítése ugyanakkor jelentősen túlmutat önmagán. Nem csak a nemzeti vagyont gyarapítjuk ezzel, hanem a színvonalas, megbízható és biztonságos szolgáltatás révén a vidék népesség megtartó erejét is erősítjük. 2018 óta tart, ahogy miniszter úr is említette, a flotta megújítási program. Integrációnak köszönhetően ez sokkal nagyobb fokozatra tudott kapcsolni. Az elmúlt időszakban a Volánbusz, akár csak idén, ha említem, 1000-nél is több járművel bővítette a flottáját. Nehéz lenne felsorolnom, hogy hány helyszínre kaptam már elnök vezérigazgató úrtól meghívást, ahol buszokat tudtunk átadni, új buszokat. Mindez egybevéve 2022 végéig megújulhat a teljes autóbusz állománynak a 40%-a, azt gondolom, hogy ez jelentős és komolyan szemmel látható mértéket jelent. Az itt átadásra váró korszerű buszokat természetesen továbbiak követik, összesen 88 ilyen típusú jármű szolgálja majd nem csak Fehér megye, hanem Hajdú-Bihar és Komárom-Esztergom megye utazóközönségét is. Mindannyiunk számára nyilvánvaló, hogy a közlekedés fejlesztési céljaink körében a legnagyobb kihívás az energiafogyasztás mérséklése és a klímakövetelményeknek való megfeleléstől sem tudunk eltekinteni. Az ITM javaslatára a kormány által elfogadott közlekedési stratégiában így kiemelt célt kapott a hosszú távon történjen csökkentés a környezetre gyakorolt negatív hatásoknál, és érvényesüljenek a klímavédelmi szempontok. Mindezeket szem előtt tartva nagy arányú beszerzések indultak alternatív meghajtású járművekből is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A mai buszátadás az integráció sikerességének bizonyítéka is egyben. Hiszen Magyarországon az országos szolgáltatási lefedettséggel rendelkező Volánbusz már sokkal rugalmasabban tud igazodni az utazási és a megrendelői igényekhez, hatékonyabban bonyolítja le a járműbeszerzéseit, és ezáltal egységesebb és magasabb színvonalú szolgáltatást tud nyújtani az utazóknak. A járműmodernizációs program a Volánbusz működőképességének, sikeres jövőképének az egyik kulcseleme, amely elősegíti a fenntartható és korszerű közösségi közlekedés elérését, hozzájárul a közösségi közlekedést választók számának növeléséhez, és valós alternatívát kínál ezzel az egyéni közlekedéssel szemben. És azt gondolom, ami a legfontosabb, ami az állami társaságok tulajdonosa részéről a legfontosabb, hogy ezzel az integrációval és ezzel a jármű fiatalítási programmal rámutatunk arra, hogy az állami vállalatok igenis képesek megújulni, és a piaci igényekhez igazodva az állampolgárok érdekeit a legmagasabb színvonalon kiszolgálni. Azt gondolom, hogy a jármű fiatalítási programhoz további ugyanilyen lendületet szeretnék én is kívánni a MÁV és a Volán ZRT elnök vezérigazgatói részére. Székesfehérvár országgyűlési képviselője köszöntőjében úgy fogalmazott, a közösségi közlekedés fejlesztése hozzájárul ahhoz, hogy kevesebb autó közlekedjen az utakon, így csökkenthető a károsanyag kibocsátás, és kisebb lesz a forgalom is. Ez egy nagyszerű alkalom, és mindig nagy öröm, amikor itt Székesfehérváron is tudjuk emelni a közösségi közlekedés szolgáltatásának színvonalát. A ma átadásra kerülő és a helyközi közlekedésben szolgálatba álló új autóbuszoknak köszönhetően biztosak vagyunk abban, hogy egyre többen érkeznek és indulnak majd Székesfehérvárról a gépkocsi helyett. Ez egy jelentős lépés, azt gondolom, mivel minden nap tapasztaljuk a városi közlekedésben azt, hogy mivel jár a gépjárműek megemelkedett száma a forgalomban. Székesfehérvár gazdasági ereje, a megőrzött és a megteremtett munkahelyek száma következtében jelentősen növekedett a székesfehérvári gépkocsik száma. Ez egyrészt öröm számunkra, másrészt tennünk kell valamit azért, hogy ne az utakat terheljünk, és ne a környezetünket terheljük. Én azt gondolom, hogy a közösségi közlekedés versenyképessége az az út, amelyen elindultunk, és amelyen tovább kell mennünk. Ezért közös érdekünk a kényelmes és színvonalas közösségi közlekedés megvalósítása. Ezeknek a feltételeknek a biztosítását támogatja a kormány, és támogatjuk mi is itt Székesfehérváron, és mindent meg fogunk tenni a továbbiakban, hogy a közösségi közlekedést mind versenyképesebbé tegyük az élet minden területén. Én köszönöm szépen miniszter úrnak, a csapatának, elnök uraknak, államtitkár úrnak, hogy segített abban bennünket, székesfehérváriakat, hogy a közösségi közlekedés versenyképesség tételében is léphettünk egyet előre. Talán másfél éve voltam itt először, mint a MÁV Volán csoport vezetője, amikor a Volánbusz ZRT megkezdte a beolvadását a
a MÁV csoportban is létrejött a legnagyobb közösségi közlekedési szolgáltató Magyarországon. Köszönhetően a kormány támogatásának, a tulajdonosunknak és a megrendelő minisztériumoknak azt lehet mondani, hogy az a pálya, amit közösen kezdünk megfutni a MÁV volán csoporton belül, ez töretlen, hiszen ma is új autóbuszokat adunk itt át. És nagyon fontos a közösségi közlekedésben az, hogy milyen technikával és milyen műszaki eszközökkel, technikai eszközökkel tudjuk teljesíteni ezt a szolgáltatást. Az utasoknak az a legfontosabb, hogy min utaznak. Ez a közúton nyilván a busz jelenti, vasúton pedig a szerelvényeket, a vonatokat és a motorvonatokat. Azt lehet mondani, hogy évtizedes lemaradásokat sikerül behoznunk itt az elmúlt években, hiszen jövőre a több mint 6300 darabos volánbusz flottája az el fogja érni a 10 éves átlag életkort, illetve bemegy ez alá. Hát ilyen évtizedek óta nem volt Magyarországon, és azt lehet mondani, hogy a vasúti közlekedésben is a fejlődés az töretlen, hiszen ebben az évben meg fog érkezni a 40. emeletes motorvonat, és párhuzamosan azzal, hogy ezeket a buszokat is itt Magyarországon gyártják, szintén folyamatos a MÁV saját gyártásában az IC Plus kocsainknak a gyártása. Ez nagyon fontos ahhoz, hogy versenyképes és szerethető legyen a közösségi közlekedés, és miniszter úr már említette azt, hogy milyen klímacélok vannak Magyarországon és az Európai Unióban is. 2030-ra, tehát 8 éven belül felévvel 50%-kal kell csökkentenünk a károsanyag kibocsátást a közlekedésen belül, 2050-re pedig kvázi karbonsemlegessé kell tennünk a közlekedést. Ez nyilvánvalóan a közösségi közlekedés nagyobb térnyerése nélkül nem fog menni, úgyhogy nagyon fontos ez a fejlesztés, és az, hogy minél szélesebb körben használjuk a közösségi közlekedést. Engedjük meg, hogy egy másik aspektusban is beszéljek arról a munkáról, amit MÁV volán csoportként közösen végzünk. Ez évben kiteljesedik az a munka, ami az egységes jegy- és bérletértékesítési rendszerünk megalkotására vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon az államilag támogatott közösségi közlekedésben mindenki ugyanazon jegyrendszeren keresztül tudja megvásárolni azt a díjterméket, amivel hozzáfér a szolgáltatáshoz, és ezt a munkát folytatjuk, és mert elkészült az a megvalósíthatósági tanulmány, amivel ezt az integrációt, ezt teljessé tudjuk tenni, egy egységes utastájékoztatási és forgalomjelentési rendszert is szeretnénk a következő években a MÁV volán csoporton belül mind a közúti, mind a vasúti közlekedésre kifejleszteni. És ha itt vagyunk Székesfehérváron, akkor szintén meg kell említenem azt, hogy itt egy megújult vasútállomással is találkozhatunk. Egy komoly vasúti rekonstrukciónak a végén vagyunk, ahol megduplázódott az utasok száma a Székesfehérvár és Budapest között, és el fog indulni az a fejlesztés, amely még integráltabbá tudja tenni a közösségi közlekedést. Ugye tavaly évben adtunk át egy gyalogos felüljárót a vasútállomáson, és megkezdődik majd az úgynevezett intermodális csomópontnak a fejlesztése is itt Székesfehérváron. Azt lehet mondani, hogy itt a térségben és a városban egy nagyon korszerű és nagyon versenyképes közösségi közlekedést fogunk tudni majd nyújtani. Azt kívánom utasainknak, hogy minél szélesebb körben használják ezt, és mindenkinek jó utat és biztonságos utat kívánok. Engedjék meg, hogy először is büszkeséggel megköszönjem azt, hogy a MÁV volán csoport mellettünk döntött ezen nyílt közbeszerzésbe, amikor a mi buszaink mellett döntött, hogy ezeket szerzi be. Ez azért is fontos számunkra, mert úgy gondolom, hogy a mai kor legmodernebb technológiát képviselő járművek fognak megjelenni a helyközi közlekedésbe, amelyen mi is hozzá tudunk járulni szerényen ahhoz a életminőség javításhoz, amelyet jelen pillanatban a MÁV volán csoport a közösségi közlekedésbe végrehajt. Emellett engedjék meg, hogy azt is elmondjam, hogy számunkra azért is fontos, mert Magyarországon gyártódnak ezek a járművek, több mint 700 munkavállaló végzi nap mint nap, több mint 150 mérnök fejleszt járműveket, és emellett pedig több mint 980 beszállítónk van, amiből 52 globális beszállító. Így a kihatásunk a foglalkoztatásra több mint 6000 főt jelent. Ez úgy gondolom, hogy ez is nagyon fontos ma Magyarországon, hogy mindenkinek hosszú távú és megbízható munkahelye legyen. Emellett pedig olyan képzési rendszerbe is részt veszünk a duális képzés keretében, ahol kifejezetten autóbuszgyártásra képzünk tanulókat közösen a szakképzési centrumokkal. Eddig ezen képzés keretében több mint 500 tanuló hagyta el nálunk a képzési központunkat, és jelen pillanatban is több mint 150 tanuló tanul, és emellett pedig a felsőoktatásból is
több mint 15 hallgató vesz részt projektszinten járműfejlesztésbe és technológiai, gyártástechnológiai területen való elsajátításba. Tehát magyarul ezzel a döntéssel a MÁV-Volán csoport nem csak amellett döntött, hogy kiváló autóbuszok működjenek a magyar utakon, és az utazóközönség ezeket használja, hanem támogatta ezzel a magyar munkahelyteremtést, és támogatta a hazai középfokú képzést, duális képzést és felső oktatási képzést is. Ezt külön köszönöm a MÁV elnök vezérigazgatójának és a Volánbusz elnök vezérigazgatójának, illetve a Magyarország kormányának, hogy a Magyar Autóbusz programot elindította és végigviszi. Külön öröm számomra, hogy fél éven belül már második alkalommal járhatunk Székesfehérváron, és jelenthetjük be a Fejér megyében érkező új autóbuszokat. Ez azt jelenti és azt mutatja, hogy a magyar kormány jóvoltából a Volánbusz ZRT autóbusz megújítási programja, ha jól halad, tervszerűen zajlik. Fejér megyében 2018 óta 89 darab új autóbusz érkezett az elmúlt időszak fejlesztésének eredményeképpen. Ez azt jelenti, hogy a Fejér megyei állomány közel fele megújult. Mindezzel a fejlesztéssel a Volánbusz ZRT-nek az a célja, hogy a vidéki Magyarország közösségi közlekedésének komfortjavításával a kis települések országos vérkeringésbe kapcsolását tudjuk folytatni és tudjuk erősíteni, hogy a vidéken élő utasaink munkába járását, oktatási és egészségügyi intézménybe vagy munkahelyükre járását még komfortosabbá, kényelmesebbé tegyük. A fejlesztésekkel a Volánbusz ZRT valóban versenyképes, környezetbarát, kényelmes alternatívát kínál az egyéni közlekedéssel szemben, és a MÁV Volán csoport tagjaként a vasúti hálózatra történő ráhordás kifejlesztése és fejlesztése is megkezdett. A Volánbusz ZRT járműgő megújítási programja keretében, amint hallhattuk, 1700 darab új jármű érkezett 2018 óta. Ez az országos járműállományunk 40%-ának megújítását hozta magával. A mai nap pedig azért különleges ebben a sorban, hiszen ahogy hallhattuk, az első helyközi közlekedésben járó magyar gyártású Mercedes-Benz reformbuszokat vehettük át, ami 75 utas egyidejű utazását teszik lehetővé. A járművek alacsony belépésűek, akadálymentes kialakulásúak és Euro 6e besorolású, környezetvédelmi besorolású motorral bírnak, ami azt jelenti, hogy a legmodernebb és legszigorúbb környezetvédelmi normáknak is megfelelnek. A járművökön klímaberendezés, kamerarendszer, elektronikus utastájékoztató rendszer, utasszámláló berendezés, illetve utaspáronként a telefontöltését biztosító USB töltők is vannak, illetve a legszigorúbb biztonsági előírásoknak megfelelő vezetéstechnikai segédberendezésekkel is elláttuk a buszokat. A mögöttem látható buszokból Fejér megyébe 26 darab jármű érkezik. Ez a 2 milliárd forint értékű fejlesztést jelent, ami a mai napon, illetve a következő napokban áll be a Székesfehérvári központú autóbusz hálózatba, és Sáros, Nagylók, Sárbogárd, Aba, Enying, Dég, Simontornya, Mátyásdomb, Szabadhídvég, siófoki viszonylatokon fog utazni, és a Fejér megyében közlekedő 2,8 millió utasunknak biztosít komfortosabb, kényelmesebb, biztonságosabb és mindenekelőtt környezetkímélőbb eljutási lehetőséget. Környezetvédelem a mai nap, mostani időben nagyon fontos kérdés. Sok absztrakt és távolinak tűlő megoldás hangzik el. Azonban a MÁV Volán csoportnak, a Volánbusz ZRT-nek van egy nagyon egyszerű javaslata az utazók részére. Ha valaki leteszi a stuszkulcsot és autóbuszra vagy vonatra száll, akkor már tett a környezetvédelem érdekében. Hiszen például, ha a mögöttem levő autóbuszra nézünk, az a 74 férőhely, 74 adott esetben 74 darab egyéni jármű széndioxid kibocsátásától tudja mentesíteni a környezetet. Ezzel valamennyien tudunk tenni a környezetvédelemért, és valamennyien
egy kényelmes és biztonságos utazási élményben lehetünk részesek. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és arra biztatom önöket, hogy tekintsék meg az új buszainkat, utána pedig minél többen vegyék birtokba és használják. A most beszerzett 88 új magyar busz 6,4 milliárd forintba került, 2021-ben 365 új busz állt forgalomba országszerte. Kedves nézőink, az elmúlt percekben arról tájékozódhattak, hogy új magyar gyártású Mercedes autóbuszok álltak forgalomba Székesfehérváron. Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra!